أشهد أن لا إله إلا jelentősége van számunkra az ő barátságoknak. Ego el cierquetes flores stil amorfi corasas. Több alkalommal jártam a gyönyörű országukban. Que opos gnorizete asfalos me ti kibernisi tis Ungarias echome ipograpsi mia dimeri sinfonia. És ahogy az önök előtt is ismert, a magyar kormánnyal egy kétoldalú megállapodást írtunk alá. Και αυτή η συμφωνία προστατεύει την ορθόδοξη εξαρχία του Πατριαρχείου μας στην Ουγγαρία. Amely szerződés egyébként a mi exarchátusunknak a jogait biztosítja Magyarországon. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες στην κυβέρνηση, στο κράτος, στη χώρα της Ουγγαρίας, διότι μας έδωσε αυτό το σπουδαίο κτίριο στο κέντρο της Βουδαπέστης για να στεγάζουμε τις υπηρεσίες και τις ανάγκες της εξαρχίας μας. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk a magyar kormánynak azért, hogy biztosította számunkra ezt a gyönyörű épületet, ezt a gyönyörű ingatlant a város közepén, ahol a különböző feladatainkat el tudjuk majd látni. Το επισκέφθηκα αυτό το κτίριο και σε μία αίθουσα την οποία διαμορφώσαμε σε εκκλησία, κάναμε και λειτουργία. Ezt a gyönyörű épületet, épület együttest meglátogattam, meglátogattuk együtt miniszterelnök helyettes úrral, ott kialakítottunk egy gyönyörű termet egyházi szertartások megtartására, és fel is avattuk. Έχουμε ιδιαίτερη φιλία με τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Σέμιεν. Különleges kapcsolat fűz Σέμιεν miniszterelnök helyettes úrhoz. Ο οποίος πριν από αρκετά χρόνια έμεινε εδώ στο Πατριαρχείο μας μία εβδομάδα, ήταν μεγάλη εβδομάδα. Γιορτάσαμε μαζί το Πάσχα, τον φιλοξενήσαμε και έκτοτε γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Aki több évvel ezelőtt nálunk vendégeskedett, nagy hét alkalmával egy hétig itt lakott, nálunk vendégünk volt, és együtt ünnepeltünk húsvétot, és ezáltal egy különleges kapcsolat, barátság mondhatom alakult ki közöttünk. Alakjeme ton prothipurgo, ton Gilio Orban, echome polikales kérses, me filoxenise, me peripiíthike, ke mazi ipográpsame αυτή την συμφωνία, το κονκορδάτο. De mondhatnám azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrral is kiváló a kapcsolatunk, mert
vendégül látott engem, és ketten együtt láttuk el kézérünkkel ezt a megállapodást, amelyről az előbb szóltam. Ektos apotis fizikes omorfies tis Budapestis, που είναι πράγματι ωραιοτάτη πόλης, έχετε και ένα πολύ υψηλό πολιτισμό για τον οποίο μπορείτε να αισθάνεστε υπερήφανοι. Budapestnek a természeti szépségein kívül, amire önök büszkék lehetnek, az az a magasfokú műveltség kultúra, amely jellemzi az országukat, amire szintén büszkék lehetnek. Ευχαριστούμε το κράτος της Ουγγαρίας που προστατεύει τους Έλληνες που ζουν εκεί και παλαιότερα και σήμερα. Köszönjük szépen a magyar államnak, amely védelmezi és segíti a Magyarországon élő görögöket, úgy, ahogy korábban is, ahogy a mostani görögöket is. Γνωρίζω επίσης ότι και με την χώρα στην οποία ζούμε, στην οποία εδρεύει το Πατριαρχείο μας, δηλαδή με την Τουρκία, έχει πολύ καλές σχέσεις και συνεργασία η Ουγγαρία. Tudom azt is, hogy Magyarországnak kiváló kapcsolatai vannak azzal az országgal, Törökországgal, ahol a mi patriarhátusunk székhelye található, amely szintén jó ebből a szempontból. Για να καλλιεργήσουμε και να προαγάγουμε τις σχέσεις μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ουγγαρίας, τον Αρχιμανδρίτη που είχαμε εκεί, τον πατέρα Παΐσιο, πριν από μερικούς μήνες, πέρυσι, τον κάναμε επίσκοπο, τον ανυψώσαμε, τον προαγάγαμε και αυτό είναι απόδειξη της σημασίας την οποία αποδίδουμε στις σχέσεις μας με την Ουγγαρία. Nem régen volt a püspökké szentelése Paisios atyának, aki a budapesti és a magyarországi görög keresztényekért, görög ortodox keresztényekért felel és lelkiüdvért felel, és ezzel a lépéssel, hogy püspökké szenteltük őt, azt szerettük volna kifejezni, hogy mennyire fontos számunkra Budapest és Magyarország a görög ortodoxia számára. Εγώ θεώρησα μεγάλη τιμή μου και ήταν πράγματι μεγάλη τιμή για μένα να έχω προσκληθεί στην χιλιετηρίδα του χριστιανισμού το 2000 πρέπει να ήταν και ήρθα και έφερα και την αγιοποίηση, την αγιοκατάταξη του Επισκόπου Ιεροθέου και του Βασιλέως Στεφάνου. Számomra személy szerint egy óriási megtiszteltetés volt az, hogy részt vehettem Magyarország állammá válásának az államalapítási, ezredik évfordulós államalapítási ünnepségein, és ezen alkalommal hoztam el azokat az iratokat, amelyek alapján ugye Istvánt, illetve Hieroteoszt szenté, tehát a szentéavatási okmányokat ezen alkalommal magammal hoztam és adtam át Budapesten. Από τότε οι σχέσεις μας έγιναν πιο στενές. Azóta mondhatnám azt, hogy még szorosabbá váltak a kapcsolataink. Έχουμε επίσης αδελφική φιλία με τον πριμάτο της Ουγγαρίας, τον καρδινάλιο Πέτερ Έρντο, τον αρχιεπίσκοπο Βουδαπέστης και Έστερκομ. Nagyon jó kapcsolataink vannak személy szerint is Έρντο Πέτερ Μπιμπόροσσαλ. Az έχει επισκεφθεί εδώ 2-3 φορές. Két vagy három alkalommal meg is látogatott minket itt Isztambulban, most mint Nápolyban. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να μας στενοχωρεί και αυτό είναι η Εκκλησία Κυρίσιος της Θεοτόκου της Παναγίας στην Βουδαπέστη, την οποία το 1951 μας την πήρανε οι Ρώσοι με την δύναμη των όπλων του Στάλιν την εποχή εκείνη και εξακολουθούν να την κατακρατούν, ενώ είναι δική μας εκκλησία και πάντοτε περιμένουμε από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας να αποδώσει δικαιοσύνη και να μας την επιστρέψει. Α,
Hát egy nagy bánatunk azért megmaradt még mindig, az a gyönyörű templom Petőfi téren, amely a görögök által alapított ortodox templom, amelyet az oroszok Sztálin fegyvereinek erejével végül is megszereztek maguknak, és a mai napig vitorolják, az nekünk nagy szívfájdalmunk. Mi a tata liga lojas, az kalu sorriso engardios, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ στο πρόσωπό σας όλη την Ουγγαρία και όλους τους Ούγγρους για την φιλία μας και για την συνεργασία μας. Ezzel a bevezetővel szerettem volna megköszönni a magyar népnek, amelynek a képviseletében meglátogattatok. Köszönöm, hogy tiszteleteteket tettétek, és kívánom, hogy érezzétek jól magatokat. Καθυστέρησα να έρθω και ζητώ συγγνώμη, αλλά ήμουν στην έναρξη του 5ου Βυζαντινολογικού Συνεδρίου που άρχισε σήμερα το πρωί. Παρακολούθησα την έναρξη και έφυγα για να σας συναντήσω. Elnézést kérek, hogy egy pár percet csúsztam, de ma kezdődött a 6. Bizánccal kapcsolatos tudományos konferencia, amelyiknek a megnyitóját, megnyitó beszédét én mondtam, és ennek köszönhető, hogy egy pár perccel később kezdődött a programunk. To etos 2021, metà από 2 χρόνια, θα γίνει εδώ στην Κωνσταντινούπολη το μεγάλο διεθνές βυζαντινολογικό συνέδριο με 2.000 ανθρώπους, 2.000 συνέδρους. 2021-ben, tehát mostantól számított 2 év múlva lesz a világ legnagyobb Bizánccal kapcsolatos konferenciája itt Konstantinápolyban, több mint 2000 résztvevővel. Εύχομαι ο λίγος χρόνος που θα περάσετε στην πόλη, στην Τουρκία, να είναι ευχάριστος για σας. Kívánom, hogy a még rendelkezésetekre álló rövid időt jól és hasznosan töltsétek el itt Törökországban.